Mozaik darabkák 56-ról sorozatunk címe. Hát most úgy gondoltunk, hogy egy pici mozaik darabkát úgy rakunk oda, hogy kitekintünk országhatáron kívülre. Nem tudom, hogy önökben felmerült-e, hogy vajon 56-nak milyen hatása lehetett, mondjuk például Bulgáriára. Mi úgy gondoltuk, hogy na ennek utána nézünk, és épp ezért szakértő kollégát hívtunk meg, nagy szeretettel köszöntöm Arató Györgyöt, aki nem más, mint a Szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója volt, és így gondolom, hogy éppen az eseményekről, talán a legközelebbről tudott tájékozódni, és mivel az ilyen dolgokat egyrészt lehet a történelem szemüvegén keresztül nézni, de igazán megérteni sokkal inkább lehet a művészeteken át, éppen az irodalomban, mivel ennek kifejezetten szakértője, meghívott vendégem, hát megpróbálunk innen is, onnan is körülnézni az akkori Bulgáriában. És hogy tudjuk, hogy akivel beszélgetünk ki is, én nagyon örülnék, hogyha a tanári munkásságáról egy pár szóban mesélne nekünk, illetve aztán, hogy hogy került ki Bulgáriába, pont az intézetbe. Én azt hiszem, hogy a műsornak a címe a mozaik darabkák, az valóban találó ebben az esetben. A magyar-bolgár kapcsolatok története és mindaz, amit erről tudni lehet, az legalább 1000, de inkább 1300 éves kapcsolataink során, ami ebből megmaradt, az a mai szemlélő számára valóban mozaikszerűen sejlik föl, vagy hogy Kodály egyik kedvenc képéhez utaljak vissza, mint egy valamikor létezett gyönyörű szőnyeg, amelyből a szálak kikoptak, a mintáknak csak egy része látható, imit amott azért felsejlik, hogy valamikor azért ez szebb, egészebb és szórakoztatóbb volt. Én magam voltak éppen bocsinálta bulgarista vagyok, tagadni is szoktam, hogy az lennék. Egyrészt a feleségem révén, pontosabban az anyósom révén, aki nem volt hajlandó magyarul megtanulni, másrészt pedig a véletlen révén kötelezettem el Bulgáriával. Kedves nézőknek, hogy a felesége ezek szerint bolgár. Igen, de ő nem kényszerített volna rá, hogy bolgárul tanuljak, lévén, hogy ő magyarul kitűnően tud, itt tanult, itt végzett magyar-lengyel szakon, az egyetemről ismerjük egymást a 70-es évekből. Valójában azonban arról van szó, hogy 1989-ben a Sumeni akkor még főiskolára, később egyetemre kerültem magyar tanítani, lektorként, majd 90-től 95-ig a Szófiai Egyetem magyar tanszéken, illetve magyar szakán dolgoztam. Utána 95-től 99-ig a Szófiai Magyar Intézet igazgatója voltam, ebbe tehát beleesik már az első évforduló, az 1996-os, 56-os, 40 éves évforduló. A sors úgy hozta, hogy 2005-től 2008-ig ismét Szófiában dolgozhattam ugyanott, ebbe pedig beleesik a kerek évforduló 2006. Mind a három időszak emlékezetes. A 90-es évek eleje Bulgáriában az elhúzódó rendszerváltozás. 1996 inkább magyar szempontból, hiszen akkor itt éppen egy olyan kormány működött, amelynek az elnökének a tevékenysége, a kormányfőnek a tevékenysége 56-ból is ismerős. 2006 pedig a 2006. évi budapesti események miatt volt érdekes. Úgyhogy módon volt változatos időszakokban szolgálni a magyar kultúrát Bulgáriában, és módon volt azt is látni, hogy a bolgárok ezekben az időszakokban hogyan reagáltak arra, ami itt történik, illetve hogyan emlékeznek arra, ami 50 évvel korábban történt. Ahhoz, hogy elkezdjünk először a történelem eseményein egy kicsit végigmenni, azért csak tudnunk kéne, hogy maguk a bulgárok mit gondolnak, mi rólunk? A kérdés fantasztikus. Hadd válaszoljak rá egy tréfával. Karintinak tulajdonítják azt a bombót, hogy férfi és nő hogyan is érthetné meg egymást, hiszen mindketten az ellenkezőjét akarják annak, amit a másik. A nő a férfit, a férfi pedig a nőt. Ezt nem egészen konkretizálva a magyar-bolgár kapcsolatokra, hadd utaljak először arra, hogy a magyarok kezdve a Kossuth emigráció 1849-es, 50-es szomorú bulgáriai időszakával, folytatva akár a mai turistákig, Bulgáriában elsősorban az egzotikumot, a keletet,
a török hagyományokat, a török kultúra emlékeit keresik, illetve ezeknek a kétségtelen mai feltűnésén is lepődnek meg sokszor. A bolgárok pedig miben, ennek a bolgárok általában nem nagyon örülnek. A bolgárok Magyarországban elsősorban a legközelebbi nyugati országot látták hosszú-hosszú ideig, legalábbis az újkorban igen. Ami mi nekünk a Bécsi út túlsó vége volt, az volt a Vidin környéki nyugat-bulgáriai, sőt nem csak nyugat-bulgáriai, hanem akár macedóniai bolgárok számára. A Magyar Birodalom az első európai pont, ahonnan tovább lehetett lépni Közép-Európa vagy akár Nyugat-Európa felé. Így tehát az érdeklődésünk némileg elmegy egymás mellett, és időbe tellik sok-sok beszélgetésbe, jó vitákba, amíg többé-kevésbé megértjük egymást, és elkezdjük látni a valóságot. Hát igen, a temperamentumunk is egy kicsit más, azt hiszem. De hát akkor nézzük meg, hogy történelmi szemmel. Mennyire kell visszamennünk ahhoz, hogy majd az 56-os eseményeket megértsük, hiszen egy blokkban voltunk tulajdonképpen, egy eszmét szerettünk volna megvalósítani, már aki. Legalábbis a feladat ez volt, a feladat pedig ki volt szabva mind a két ország lakossága számára. Én azonban ennél egy kicsit tovább mennék. A történelmi szomszédság az sokkal szorosabb, mint a jelenlegi. Egészen a késő középkorig, kora újkorig a két nép egymásnak valódi szomszédja, hiszen a magyar népesség a bánság, a későbbi bánság területén az Aldunáig húzódik, sőt, Havasalföld területén is nagyon jelentős magyar telepek voltak a középkorban. A bolgárok pedig jóval följebb is éltek, mint ahogyan ma, egyrészt Havasalföldön, másrészt a Szerémség területén, harmadrészt az Alföldnek azon a déli részén, amelyen ma Jugoszlávia és Románia osztozik. Ez a történelmi kapcsolatoknak megágyazott, például a bolgár katolicizmus története ezt jól mutatja, ennek egészen a 17. századig, 18. századig húzódó részeivel, a bánsági bolgárok megtelepedésével, a manapság sokszor emlegetett 1688-as csiprováci felkelés történeteivel. És a bolgár népi emlékezetben ennek a Magyarország képnek, ami ezzel összefügg az emléke, tulajdonképpen feltehetően 19.-20. századig megmaradt. Magyarország az első olyan hely, ami más, mint amiben ők élnek. Magyarország valóban történelmileg az első olyan terület, amelyet az Oszmán Birodalom nem tudott leegsaltolni, nem tudott teljesen magába foglalni, és ahol az európai normák, az európai kulturális szerkezetek, intézményrendszer megmaradt, és ez a Közép- és Nyugat-Európa felé menekülő, kereskedő, kacsingató, érvényesülő bolgár rétegek számára mindenkor érdekes terep volt. A bolgárok egyébként, mint hogy a történelem rákényszerítette őket, hosszú évszázadokon, szinte egy évezreden át voltak kénytelenek úgy élni, hogy a nagyhatalmi realitásokat ugyan tudomásul kell venni, de lehetőleg meg kell próbálni másfelé is tájékozódni. Ennek a tájékozódásnak az első elérhető pontja, ahogyan az egyik bolgár íróbarátom Marin Georgiev szokta mondani, az elérhető Európa Magyarország volt. Sajátos fejlemény, hogy a rendszerváltozás óta a fiatal bolgár értelmiség némelyik tagja, némely része talán, ezt ma már igyekszik elfelejteni, és némi emancipációs törekvésnek is nevezhető módon lehetőleg erről nem akar tudomást venni, vagy fölteszi magának a kérdést, hogy Magyarország ugyan miért volna más, vagy miért volna különb annál, mint ami Bulgária. Ez persze közönséges ismerethiány, és például az 56-os évforduló kapcsán a kultúrdiplomácia egyik feladata éppen az volt, hogy kellő tapintattal, de ezt a különbséget azért igyekezzünk nyilvánvalóvá tenni. De hát gondolom, hogy egy jó kapcsolat nem alapozódhat irigykedésre, vagy éppen negligálására valami értéknek, de akkor kezdjünk egy kicsit konkrétabban közeledni ehhez a bizonyos időszakhoz.
De még azzal tartozik nekünk, hogy hogy került a Magyar Kulturális Intézet igazgatói székébe. Hát ez pályázat alapján történt. És akkor, amikor ön oda került, akkor mindazt, amiről eddig beszélgettünk, ön ezt érezte? Tehát mennyire érezte mindazt, hogy esetleg szeretnek, vagy nem annyira szeretnek minket? A bolgárok nagyon szeretik a magyarokat. Társaságban, kempingezés, ivászat, kirándulás alkalmával feltűnően mindig a bolgárok értik meg legerőször a magyarokat, és a magyarok legjobban a bolgárokat, már ha leszámítjuk a nyelvi nehézségeket, amik ugye egyre kevésbé vannak, hiszen az angol az mindent kitölt. De kétségtelenül bizonyos fölületes cinizmus, vagy a cinizmusra való hajlam az a fölületen összeköti a két népet. Ugye sok elnyomónk volt nekünk is, sok elnyomójuk volt nekik is. Ők a mindenkori hatalomhoz talán még szkeptikusabban viszonyulnak, mint a magyar szemlélet kevésbé általában. Kevésbé elfogadóak vagy? Igen, igen. Inkább azt mondanám, nagyon gyorsan válnak elutasítóvá. Óriási többséggel tudnak kormányokat választani, majd egy néhány éven belül ez a többség hihetetlenül gyorsan el tud tűnni. Ezek a folyamatok eléggé jellemzőek ugye azokban a társadalmakban, ahol a hatalommal szemben mindenkor bizonyos távolságot kellett tartani. A bolgárok tehát szeretnek bennünket, különösen akkor, hogyha valaki még a nyelvükön is beszél többé-kevésbé. Ez ügyben is nagyon toleránsak, tehát nekem például a bolgár fogyatékos nyelvtudásom miatt kezdetben, vagy akár később soha nem volt semmiféle gondom. A kulturális különbség az természetesen megvolt, illetve minthogy állami intézményben dolgoztam, részint bolgár állami intézményben az egyetemen, részint később ugye magyar állami intézményben a kulturális intézetben, amely a nagykövetség hol szorosabb, hol lazább kapcsolatában létezett. Természetesen ügyelni kellett mindenféle érzékenységekre, de hát ezekre az ember amúgy is ügyel, hiszen az emberi tapintat ez diktálja. Na most gondolom, hogy egy kulturális intézmény rengeteg mindennel foglalkozik, kiállítások, könyvbemutatók, művészek találkoztatása, de mivel nekünk most az 56 a témánk, hát nézzük meg, hogy amikor az évfordulók sorra kerültek, akkor mi volt vajon a vélemény, és aztán megnézzük, hogy mi volt a vélemény a művészek részéről. Amennyire emlékszem, a két időszak között alapvető különbség nem volt. Ennek talán az az oka, hogy Bulgáriában a rendszerváltozás másképpen ment végbe, mint mi nálunk, és ebben a nagyon hosszan elhúzódó folyamatban, amelyben végül is legalábbis strukturálisan a demokratikus szerkezetek és az európai, illetve hát a polgári berendezkedés szempontjából elfogadható társadalmi megoldások kerültek túlsúlyba. Ennek a nagyon hosszú folyamatnak a során az emberek megtanulták azt, hogy úgy viselkedjenek, ahogyan ezeknek a normáknak megfelelően viselkedni kell. Így tehát 1996-ban, amikor formálisan már Bulgária is akár mint a demokráciának volt tekinthető, akkor sem értek bennünket semmiféle inzultusok amiatt, semmiféle kellemetlenségek amiatt, hogy a magyar forradalmat a maga valódi szerkezetében és sajátosságai szerint igyekeztünk bemutatni. Itt azonban engedjen meg egy rövid eszmefuttatást arról, hogy természetesen egy kulturális intézetnek nagyon sokféle feladata van, és azt gondolom, hogy nem sok szebb munka van annál, mint kellő anyagi fedezettel, megfelelő otthoni hátországgal, baráti környezetben, barátságos fogadóországban bemutatni a saját kultúránkat. Ennél idillibb feladat alig a képzelhető el. Ha azonban az ember komolyan veszi ezt a feladatot, és nem csak el akar tölteni kellemesen néhány esztendőt egy kellemes országban, akkor azt gondolom, hogy értelmiségiként el kell gondolkodnia azon, hogy konkrét feladatot akar-e végrehajtani, ami egy közönséges diplomata munka, amihez az utasításokat a központból megkaphatja, és végrehajtja legjobb tudása szerint. Valóban ez volna csak egy kulturális diplomatának a feladata? Én mindkét mandátumom alatt arra törekedtem, hogy ne csak ezt csináljam, hanem
valami olyasmit próbáljak fölmutatni, ami nélkülem, illetve Magyarország nélkül az adott helyen és az adott pillanatban nem jöhetne létre. És ami valóban fontos. Így tehát 56 kapcsán sem az első, sem a második alkalommal nem mehettünk bele abba a zsákutcába, hogy konjunkturális politikai szempontok szerint járjunk el. Végig kellett gondolni azt, hogy 56 valójában mi volt, legjobb képességeim, illetve információim szerint végig gondolni, mi az, ami ebből a bolgároknak megmutatható, és mi a lényeg, hiszen nagyon sok üzenetet nem lehet átadni, annyira azért nem érdeklődnek irántunk még ők sem, hogy a széles közvélemény, vagy akár csak a történészek, irodalomtörténészek, kultúrával foglalkozó emberek a részletek részleteivel is megismerkedjenek. Tehát mik azok a pontok, amelyek 56-ot valóban megkülönböztetik azoktól a közép-európai, kelet-közép-európai eseményektől, amelyek történtek akkor és később. Bizonyára emlékeznek még sokan arra, hogy a legutóbbi évforduló kapcsán például itt Budapesten a metró egy időben tele volt a lengyel nagykövetség és a lengyel kulturális intézet plakátjaival, óriás plakátokkal, Poznányban kezdődött. Valamely okból lengyel barátaink úgy gondolták, hogy az orrunkba kell dörgölni, hogy 56 Poznányban kezdődött. Ez így volt történetileg. A kérdés az, hogy ami utána történt, az vajon miben volt más, mint ami Poznányban történt, vagy mint ami 68-ban Prágában történt. A bolgár közvélemény számára, és ebben most az értelmiségi közvéleményt értem bele elsősorban, természetesen a szláv megközelítés dominál. Eleve a szláv országokban történt dolgok számukra érthető módon rokon szenvesebbek. 68 ráadásul sokkal közelebb is van, és az emberarcú szocializmus iránti kísérletet azt a rendszerváltozás után is nagyon sokan tupírozták amerikai központokban is. Egyébként nyilván megvolt a történelmi jelentősége ennek is. De miben különbözött 56, akár 68-tól, akár ezt megelőző, 56-ot megelőző, az októbert, novembert megelőző poznányi eseményektől? Ki kellett emelni valamit, ami egyrészt történelmileg is tény, másrészt érthető, elfogadható a bolgárok számára is. Ez pedig nem lehetett más, mint az a választás, hogy bármennyire számon tartjuk is a magyar párt arisztokráciának, a sztalinizmusban csalódott, korábban így úgy amúgy akár kegyetlenül meggyötört pártembereknek a megújító törekvéseit is. 56, a budapesti 56 és a vidéki 56 azoktól a forradalmároktól, azoktól a harcosoktól vált unikális eseménye, eseménysorozatta, szabadságharca, akik a puskát felemelték, vagy akár puska nélkül harcoltak a világ legerősebb hadserege ellen. Ez tehát az egyik mozzanat. A másik pedig ugye mindennek a bolgár vonatkozásai, amennyiben ennek az összegyűjtésére, hangsúlyozására, fölmutatására mód van. 1996-ban és 2006-ban is arra törekedtem, hogy ezeket a dolgokat mutassam be, és úgy gondolom, hogy ez nem volt eredménytelen. Miből tudhatták önök, és most tudhatjuk meg mi, hogy már 56-ban az események alatt kik és hogyan vélekedtek akár az ottani felső vezetés, akár mit tudhatott az átlagember, az utca embere arról, hogy mi történik Magyarországon. Milyen dokumentumokból? A bolgár levéltárak, illetve könyvtárak elvileg ugyanúgy nyitott intézmények voltak már 96-ban is, gyakorlatban azonban kevésbé, 2006-ban azonban már igen, mint a magyarországi vagy más közép-európai országokban működő hasonló intézmények. Módszeresebben 2006-ban, sajátos módon 2006-ban tudtam ezzel foglalkozni, és természetesen szakértőket, szakembereket kell erre megkérni. Egyrészt igyekeztünk beágyazni a dolgot,
dél-kelet-európai összefüggéseibe, és ezért akkori Bukaresti Intézet igazgatóval, Beke Mihály Andrással szerveztünk egy nagy konferenciát Bukarestben, ahol szerb, macedón, bolgár és román és magyar történészek, irodalomtörténészek két napig vitatkoztak arról, hogy 56-nak milyen hatása is volt Dél-Kelet-Európára. Ennek a konferenciának az anyagát ugye ebben a kötetben meg is jelentettük. Másrészt, ami a konkrét bulgáriai vizsgálatokat illeti, irodalomtörténészeket, történészeket kértem fel arra, illetve szerkesztőt, kritikust, hogy elsősorban a bolgár történeti levéltárakból, másrészt pedig a bolgár irodalmi élet hozzáférhető anyagából gyűjtsék össze mindazt, ami 56-tal lehetőleg közvetlenül kapcsolatban áll. Nyilván egy néhány hónap alatt elvégzett munka nem hozhat végleges eredményt, de úgy gondolom, hogy egyrészt a történeti irodalomból, tehát a levéltári anyagból máig használható gyűjteményt állított össze Szemkov professzor. Ez előtt ilyesmi nem létezett sem Bulgáriában, sem Magyarországon. Másrészt az irodalom történeti feldolgozás is megtörtént, de akkor arról később. Csak a két könyvet, mert ugye mi most egy pillanatra látjuk, de hát egyrészt szeretném, ha lefordítaná nekünk a címet, hiszen nem mindenki olvassa a cirill betűket. Tehát az egyik volt a Kiváló alkalom, ami gondolom, hogy azt is megmagyarázza, hogy miért ez a címe. A másik viszont... A másik ugyanez. Kiváló alkalom, ez szó szerinti idézet egy bolgár kommunisták által írt levélből, amelyet a bolgár központi szervekhez intéztek, hogy mennyire önszántukból, mennyire megrendelésre ezt nem lehet eldönteni. 1956. október végén írták ezt a levelet, tucatnyi aláírója van, és szó szerint szerepel benne ez a kifejezés, hogy az, ami Magyarországon történik, idézem, kiváló vagy gyönyörű, csodálatos, prekrászan alkalom arra, hogy az összes szocialista ország kérje fölvételét a Szovjetunióba, valamint Bulgáriában csapjanak szét a rendszerellenes elemek között, internálják azt, akinek munkatáborban van a helye, verjék meg azt, aki verést érdemel, húzzák meg az egyetemistáknak a pajaszát, mert már nagyon elkanászottak, az értelmiséget lehetőleg sanyargassák egy kissé, egyébként pedig, ha lehet, akkor egy kicsit javítsanak az ellátáson, mert az elvtársak is éheznek, nem csak az ellenség. Úgy gondolom, hogy ez a kifejezés, ez a kiváló alkalom, vagy csodálatos, gyönyörű lehetőség, ugye a prekrászné, prekrászan melléknév áll itt, tökéletesen kifejezi a dolog lényegét. 1956 a dél-kelet-európai országok nagy részében valóban alkalommá, keserű alkalommá vált arra, hogy leszámoljanak azzal, akivel az uralkodó párt le akart számolni. Tehát már ott is voltak helyben olyanok, akiknek nagyon nem tetszett az a felállás? Természetesen, ahogyan a bevezetőben tetszett említeni, egy akolba voltunk bezárva, és a központi számadó botja szerint járt a nyáj, itt is, ott is, amott is, többé-kevésbé, persze különböző módon. Az az erjedés, ami 1953-ban ugye megkezdődött az egész úgynevezett szocialista világrendszerben, az más-más módon, más-más tempókkal, más-más visszalépésekkel zajlott Lengyelországban, Magyarországon, Bulgáriában, Romániában is. Bulgáriában 1956-ban került sor az úgynevezett áprilisi plénumra, ahol Todor Zsivkov a nagy megújulást előadta, és természetesen ennek sokan örültek, és elkezdődött bizonyos olvadás, elkezdtek verseket írni, olyanokat, amiket korábban talán nem írtak volna. Nem voltak ezek rendszerellenes költemények természetesen, de mondjuk kimondatlanul vagy körülírva emberi viszonyokat, több demokráciát, pártszerűbb viselkedést követeltek. A pártszerűt ebben az esetben nyilván nem a terrorizmusra értették, hanem arra, hogy az elvtársak értsék meg egymást elvtárshoz méltó módon, lehetőleg ne parancsszóval oldjanak meg mindent, és hasonló törekvések ott is voltak. A magyarországi események hatására Bulgáriában
nagyon gyorsan, néhány nappal október 23-a után, nyilvánvalóan moszkvai ukázra egyébként, megkeményedett a vonal, bekeményített a pártvezetés, és a pártlapon, illetve a pártaktívákon keresztül tudomására hozták mindenkinek, hogy ennek a vidámparknak vége. Ehhez képest a költők, írók, értelmiségiek ezt több-kevesebb késéssel kénytelenek voltak tudomásul venni. Az, a magyar 56-ra reagáló, azzal valamilyen kapcsolatban álló irodalmi anyagnak, ami fennmaradt, a nagy része ennek a tétovázó, próbálkozó, majd megijedő, majd kódolt beszéddel próbálkozó irodalmi alkotásmódnak a terméke. Egyetlen kivétellel, amiről majd beszélgetünk. Jó, akkor még ide visszatérve, tehát egyáltalán mivel magyarázták a helybelieknek, hogy mi ez az 56-os forradalom? Egész furcsa karikatúrákat láttunk, hogy kik is ezek a magyar felkelők. Ők mit tartottak róluk? A pártvezetés először hallgatott, utána egy-két napig eseményekről beszélt, majd, mondom, nagyon korán megjelent az ellenforradalmi minősítés, már október tehát 27-e táján, onnantól kezdve világos volt, hogy mit kell gondolni a dolgokról. Hogy az írók és az emberek ezt elhitték-e, hát erről ugye ellentmondásos információink vannak, bizonyára voltak, akik elhitték, és bizonyára a nagy többség egyáltalán nem hitte el, hogy itt valóban fasiszta bandák tombolnak. Bár a fönnmaradt verseknek egy elég nagy csoportja, tucatnyinál is több költemény, ráadásul a korban jó nevű idősebb és fiatalabb költők tollából ezt elég csúnya módon mutatja. Ezeket azonban talán célszerű közönséges propaganda terméknek tekinteni. Ha szabad, akkor idéznék néhány ilyet. Hevenyészet fordításban némelyiknek ugyan van magyar fordítása is, de ezekhez sajnos nem sikerült hozzájutnom a napokban, úgyhogy ezért elnézést kérek. Viszonylag könnyű megítélni az olyasféle írományokat, mint amilyen például Dávid Ovadia költőnek, aki egyébként nem volt rossz költő, a verse, amelynek az a címe, hogy a gyűlölet nem hunyhat ki. Ez közönséges parafrázis a Ilja Ehrenburg Öld a németet című versének, amely a szovjet katonákat biztatta gyűlöletre, Ovadia pedig a bolgár népet biztatja arra, hogy semmi módon nem szabad megfeledkezni arról, hogy gyűlölni kell az ellenforradalmárokat, fasisztákat, akik például természetesen Suezban elsősorban, másodszorban Magyarországon bajt okoznak. A bolgár irodalmi labban a mi élet és irodalmunk, a későbbi élet és irodalmunkhoz hasonló Irodalmi Front nevű újságban november 15-én jelent meg egy nagy csokor vers, amelyben mindenféle ötletek találhatók. Eltekintenék attól, hogy szó szerint idézzem, gusztustalanságok is vannak benne, már csak azért sem. Többek között egy Stanyubontsev nevű költőnek a költeménye arról, amint az ellenforradalmára kertek alatt meg akar erőszakolni egy ártatlan magyar leányt, kebléről szaggatja különféle ruhadarabokat, viszont a kommunisták jönnek, tehát van remény. Mármint menetelve jönnek. És ehhez hasonlók. Tehát ezeket tekintsük közönséges propaganda munkának. Ehhez képest egy másik fokozat az, ahol kulturáltabban bizonyos aggodalom jelenik meg a testvéri magyar nép sorsa iránt érzett felelősség, hogy úgy hallik, hogy ott mindenfélék történnek, nem tudjuk, hogy ez hogy lehet, és így tovább. Ilyen költők is voltak, akik efélével próbálták megúszni a feladatot, hiszen föltételezhetjük, jó okunk van rá, hogy ezeknek a költeményeknek egy része, vagy talán a nagy része megrendelésre készült. Amire utalni tetszett ugye a viclap, ez egy sajátos műfaj, a mi Ludas Matyinkhoz hasonló ottani újságot úgy hívták, hogy Bögöly, amely csíp, Störsel, ez a neve.
Most november 9-én elég terjedelmes részek foglalkoznak a magyar forradalommal. Idéznék például egy szatirikus riportot. November 9-e, kezdődik a hétvége. Lehullottak a levelek, akárcsak a fasiszták, hortisták, szálasisták reményei. Visszatértek Magyarországra a zavarosba halászni, de halat nem találtak. Idegbajt kaptak, és nagyon gyorsan kényszerzúbbonyt húztak rájuk. Ugyanitt egy költemény, kezdetleges műfordításban körülbelül a következő. Konstantin Pavlov, a gróf könnyei. Nézzétek a grófot, az első könnyei. Hitte, hogy végre ütött az óra. És az óra úgy megcsaptani, rohanva kell most bőrét menteni. És már újra idegen hazában, és már újra a jól ismert sors. Unalmas villakopár parkjával, elaggott görcsös vén fűzfasor. És most jön a csoda, a gróf mocskos körmével kaparja a fát. Ömlik a könnye, mint őszi eső. Ábrándal idézi vágya birtokát, a beláthatatlan termékeny mezőt. Ehhez társul ebben a lapszámban ugye egy karikatúra, ahol a magyar forradalmárokat ábrázolják, különféle kinőtt, levedlett magyar mentében, verőember viharkabátjában, általában borostások, de ott van a grófi alak is, mint ahogyan megjelenik ugye ugyanebben a lapban egy Mindszenty karikatúra is, ahol Mindszenty az amerikai követség erkélyéről mondja, hogy magyar testvéreim, aggódnunk kell a magyar függetlenség miatt. Ennél is fájdalmasabb ugye a forradalom jelképévé vált lyukas magyar zászló rajza, ahol a zászló van lerajzolva, a lyukon keresztül pedig egy bandita pofája néz farkas szemet a ártatlan bolgár olvasóval. A közönséges agitációt félretéve színvonalasabb költők is írtak verseket 56-ról, talán némi általánosítást megengedve hadd mondjam azt, hogy ezeknek a nagy része abba a csoportba, abba a kategóriába osztható, akik egy kicsit megijedtek attól, hogy az áprilisi plénumtól októberig eltelt időszakban lehet, hogy túlságosan demokratának, túlságosan követelőzőnek, túlságosan nyugatiasnak mutatkoztak, és hát demonstrálni kívánták azt, hogy valójában azért ők tudják, hogy mi a helyes vonal. Itt említeném meg Ljubomír Levcsevnek, aki később valóban nagy, legalábbis neves bolgár költővé vált, kulturális miniszter is volt, és kétségtelenül színvonalas alakja a 1970-es, 80-as évek bolgár kultúrájának. Az ő híres verse, amit itt idézni lehet, az Októberi eső. Ennek szinte biztos, hogy van magyar fordítása, elnézést kérek, de én a pontosságra törekszem, és ezért a magam módján idézem. Izgatott októberi eső. Miért vered vadul az ablakot? Mond eső, éjféli eső, miért versz fel engem? A budapesti mágiákról beszélsz talán? Vagy a véres Nílusról, ahol a dűnék ezrei, ma síremlék piramisai azoknak, kik harcban estek el? Víjjogó srapnelként jönnek a napok, spókhálóként szakadoznak intelligens idegeink. A földre ismét véramöl, s körös körül ég a látóhatár, és emberi utunk ismét hadi úttá változott. És zászlók kellenek nekem, és kell nekem Lenin. Ahhoz, hogy Dalcsevvel megismerkedjünk, jöjjenek levelünk Kiskörösre. Hogy miért? Nézzék meg! Atanász Dalcsev szobránál, és szeretnénk tudni a történetet, hogy vajon hogy került ide a kiskörösi szoborparkba. A Petőfi Szülőháza és Emlékmúzeumban a világirodalom Petőfi fordítóinak szobrai vannak.
Atanász Dalcsev szobra 1999-ben került ide, és a történethez nem csak Petőfi Sándor, hanem 1956 is hozzátartozik. A bolgár irodalmi közvélemény és a művelt köztudat úgy tudja, hogy az egyetlen 56-ban megjelent 1956 tárgyú vers Bulgáriában Atanász Dalcsev műve. Ez a vers 1956-ban jelent meg Bulgáriában, októberben, és a bolgárok úgy tudják, hogy Atanász Dalcsev a magyar forradalom tiszteletére írta. Amikor 1998-ban felvetődött az a lehetőség, hogy a hátunk mögött látható Iván Vazov emlékmű után egy második bolgár műfordító szobra is ide kerülhessen, természetesen esett a választásunk Atanász Dalcsevre, és az ő lányának, Maria Dalcsevának köszönhetjük a szobor felajánlását. A Bolgár Kulturális Intézet és a Szófiai Magyar Kulturális Intézet közös munkájaként a házigazdák szívességéből kerülhetett ez a szobor ide. Mikor volt az avatás? Ez 1999. január 1-én történt, a hagyományos szilveszteri Petőfi ünnepségek keretében részt vehetett rajta a szobrot adományozó Maria Dalcseva. Hozzáteszem, hogy a szobrot Dalcsev testvére, a bolgár szobrászat talán legnagyobb alakja, Ljubomir Dalcsev készítette. Történeti bizonyságok szerint egyetlen vers született a magyar szabadságharc idején, amely bizonyos korlátozott módon elérte az irodalom színvonalát. Azért említem az irodalom fogalmát, mert végső soron az irodalom kapcsán sok mindenről lehet beszélni. Íróasztal fiókokba eldugott, megírt, aztán összetépett, és munkatáborban recitált, később újraírt verseken keresztül. Sok mindenről lehet beszélni, de ragaszkodunk ahhoz, hogy az irodalom az írók és olvasók találkozása írott művek segítségével. Ennek a definíciónak ebben az esetben egyedül Jordan Ruszkov versei, illetve költeménye felel meg, amelyet ez a fiatal plovdivi költő 1956. október utolsó napjaiban, november elején írhatott, és saját maga sokszorosította, és Szófiában részint postán ismerősöknek küldte el, részint pedig levélládákba dobta be. Ez a vers tehát kétségtelenül irodalom volt 1956. októberében, novemberében, és a bolgár titkosszolgálatnak kemény két évébe tellett, amire felderítette, hogy ki is a szerző, és mi a költemény születésének a története. Ruszkov 1958 után bíróság elé állt, 7 esztendőt kapott, amiből 3-at letöltött, és élete végéig megkülönböztették. Az ugyan nem igaz, amit imittam, ott lehet olvasni róla, hogy ne adták volna ki neki az írásait, gyermekköltőként tengethette életét. 2006-ban szerencsére a Magyar Köztársaság kitüntetését, magasra állami elismerését kaphatta meg, egy esztendővel később pedig Sólyom László köztársasági elnök személyesen gratulálhatott neki. 2010-ben hunyt el, emlékét ma a Szófiai Nagykövetség kerítésének falán emléktábla őrzi, amelyet 13-ban avattak fel. Hát örülünk, hogy ilyen történeteket és ilyen költőket is megismerhetünk. Volt egy csodálatos kiállítás, ami egész ember közelbe hozta a bolgár népnek, ami 56-unkat, egy különleges rendezés. Ó, hát ez... Hadd legyek egy kicsit szerényebb, lehetőségeinkhez képest az intézetnek a
két oldalról üvegfalú sarok épületében, a bejárati teremben egy kis installációt helyeztünk el, ahol 56-os fotókkal a Pesti utcát jelenítettük meg. Padlótól a mennyezetig tartó óriás posztereken mutattuk be az Üllői úti, a Korvin közi, illetve a körúti harcokat, és mint ahogyan a panoráma képeknél ez szokásos az egész világon, megpróbáltuk térbelivé tenni ezt a dolgot, fegyverekkel, utcakövekkel, improvizált sírral és egyebekkel. Valóban hatásos volt, legnagyobb hatása azonban talán annak volt, hogy a forradalom orosz nyelvű röplapjait sokszorosítottuk újra. Ezeket százával vitték el a szófiai érdeklődők emlékbe. Igazán örültem neki, mert ebből láthatták, hogy a forradalom napjaiban a felkelők és a szovjet hadsereg között milyen kommunikáció zajlott. A kommunikáció másik felét pedig a romos épületek mutatták a falakon. Valóban hatásos volt, és a bolgárok nagyon örültek neki. Azt kell mondanom egyébként, hogy párhuzamosan zajló budapesti események ellenére Magyarországról sem húzták meg a fülemet azért, amit tettem, a követség is elfogadta, úgyhogy tényleg sikeres akció volt. A 56 történetéhez még, mármint a bolgár recepció történetéhez természetesen hozzátartozik, ugye az is, hogy a bolgárok, mint ahogyan Jordán Ruszka verséből is látszik, 56-ban Magyarországot egy kissé az 1848-49-es általuk is ismert események tükrében nézték. Petőfi, az orosz ellenes harc visszacsengett. És amikor 56-ban Budapesten, 2006-ban Budapesten történt, ami történt, akkor nagyon sok érdeklődő jött be, és kérdezett rá arra, hogy mi is történik most Budapesten, és valami hasonló történik-e. Sajátságos feladat volt ezeket a kérdéseket kezelni, az szerint, hogy az ember megpróbálta azonosítani a szándékot és a következményeket. Kedves György, arra kérem, hogy búcsúzzunk Dalcsev szavaival. Azt ígérte nekem, hogy ezt most meghallgathatjuk. Kalász Márton gyönyörű fordításában az a három sor, amely október 18-án, tehát még a magyar események előtt jelent meg a bolgár újságban, a következőképpen hangzik. Ki a szabadságért küzdvén elesik, bárhol veszék is, testvér mind velem. Vér szerint. A kiontott vér szerint.